De hát ő neki most enni kéne, ilyenkor szokott szumizni, de a szumisüveget szétvágta és nincs tovább. Meg már nem is nagyon kell neki, úgyhogy most majd lehet, hogy játszhatodik velem. Szóval ő a 9. kisoroszlán, akit itt nevelünk nálunk, egy nagyon jó idegrendszerű hímoroszlán. Így hívják, hogy Zuri, így van, hogy Zuri nagyon szeret vadászni. És hát ugye több mint 20 született már nálunk az oroszlánokból, de amit ki tudunk menteni mamától, az általában megmarad. Vagy nem kap elég időben kaját, kapja az újjal. És cumit is adtunk már neki, de az nem kell. Kicsit másabb. Szóval, hogy nálunk a mama ugye csak azzal foglalkozik, hogy elbújtassa a kicsiket, és nem azzal, hogy megetesse, és innentől kezdve vagy akkor elpusztulnak még azon alapon, mert nagyon nyomja, vagy egyszerűen nem ad nekik enni, és kiszáradnak. Vagy ha megmaradnak, mint az ő testvére, mert ők ketten születtek, azok is elpusztulnak egy idő után, mert ha időben nem kap enni egy-két órán belül, akkor általában a belső szervek nagyon sokat károsodnak és elpusztulnak. Úgy fog ez az egész zajlódni, hogy kimegyek, és akkor mindenkinek oda viszem. Annyi kérésem lesz majd, hogy délelőtt felén lassulok, és ezért nagyon meleg van, hogy legyenek türelmesek, tehát hogy várják meg, amíg oda megyünk, és akkor tehát, ha megrohanjuk, akkor ő nagyon izgágává válik. Nagyon nyűsök és akkor nem nagyon nyűsöket. Zuri, gyere vissza hozzá, menjél. Nagyon komoly foltokat tud ejteni az emberen, úgyhogy ilyenkor gyönyörű kinézett, hogy emberek vagyunk. Amikor majd ki fogom vinni, akkor biztatok mindenkit arra, hogy ne féljen tőle. Bár van ennek egy bizonyos rizikója, mert megharaphatja az oroszlán, de ő nem olyan oroszlán, tehát lehet, hogy megharapja, akkor így jár valaki, ez egy foltja mindenkem. De ha mindig húzódozunk tőle, akkor ő annál jobban beindul a vadász ösztön, és annál jobban meg akarja szerezni magának azt, aki nem engedi magát. Engedni kell, hogy nem vadászol, engedni kell, hogy oda bújjon, mert ő nagyon szeret dobbulni, nagyon szeret bújni. De most legyél le. És hogyha nagyon bizalmasak vagyunk vele, akkor ő is nagyon bizalmas. Mert amikor kiengedem, ő lábán fog menni, nagyon sokszor, és akkor nyugodtan föl lehet venni, csak az a lényeg, hogy amikor fölveszik, akkor nagyon határozottan. Tehát ne úgy nyúljanak felé, hogy jaj, most vagy fölveszem, vagy nem, hanem aki oda nyúl, az fogja meg és emelje föl bátran. Tehát nem fog megharapni, nem fogja megenni. Ha elkezdi enni, akkor meg elnyúl. Talpra esik macska, tehát nincsen olyan nagy probléma. Karmai egyáltalán nem beszélesek. Iszonyatos karmok vannak. Itt látszik a karamon, hogy ez olyan, mintha pengével lett volna megvágva. Néha mondanom is kellett, hogy nem vagyok öngyilkos, csak oroszlánok van. Aztán meg elkönyvelték, hogy már és tehát akkor, amikor én az első időben fölemeltem, ő mindig kapaszkodott, mint a bogány, és ezáltal okozott nekem nagyon komoly sérüléseket, de most már ugye az oroszlán az tudja azt csinálni, hogy amikor vadászik, egészen máshogy használja a körmét, máshogy használja, amikor szeret. És itt délelőtt lehetett látni, hogy volt, akinek beleakadt a szájába a karma, de nem is értette meg. Iszonyatosan nagy sérüléseket tud okozni a karmaival, de ő már nem olyan. Tehát ő neki lecsúszik már az embernek a bőréből, nem mindenki milyen szögbe tartja. A fogai pedig azért nem veszélyesek, iszonyatosan fáj, ha fújnak. De tompa fogazattal rendelkezik az oroszlán, nem olyan, mint a kiskutya, hogy harcol, hanem nagyon tompa fogazata van. Ugye a karmok működnek úgy, hogy megfogja az áldozatot, és a fogaival, a tompa fogával pedig megöli, vagy rosszul mondom, tehát megfojtja az áldozatokat. Becsukjuk az ajtót, mert bemegy. Hagyom, hogy oldódjon a gyerek, mert ha rögtön fölveszem és kiviszem, akkor elég. Általában minden simogatás idő alatt leéget, mert amit be akarok rajta mutatni, általában soha nem sikerül. Ez az oroszlán, ez annyira bátor, hogy a saját árnyékától képes megérni. Ezt most nagyon komolyan mondom, az első időben ilyen 8-10 hetes lehetett, amikor itt volt ilyen árnyéksáv, akkor még nem volt ez fönt, és nem osztotta így meg. Itt is látszik egy ilyen sáv. És akkor még erős volt, hogy kilépett az árnyékból, és akkor látja, hogy mozog, ahogy a fejével nézünk. És komolyan visszaszabult. Tehát ez egy valami iszonyat.
Gili hamburger. De már mennek kifelé. Az a baj, hogy most két napon rájött arra,